Sziasztok, a nevem Jerikó, kellemes gyorsan telő pénteket mindenkinek, itt a reggeli hosszú kávé mellé való, elérkeztünk a hétköznap utolsó napjához, egy karnyújtásnyira a hosszú hétvége, ugye jön a halottak napja. Nos, itt a várva várt WZ 55, ez egy Tier 10-es csehszlovák nehéz tank. Próbáltam egy pár csatát összeszedni, nem kiemelkedő csaták, hanem egy átlagot próbáltam, arra próbálok rámutatni, hogy mégis hogy lehet használni ezt, mire képes, mire illik benne. Ugye nagyon sok játékstílus ötvözhetsz vele, mivel lehet supporttanknak használni, lehet kicsit inkább ilyen medes, lehet tornyozni vele, tehát egy több rétegű nehéz tankról beszélünk, és a mobilitás is egész kellemes. A pálya ellenbert nagyon szeretem, amikor itt ezen az oldalt kezdünk, ugye célszerű volna a kastély melletti dombot megcélozni, viszont ha arti van, akkor ez már nem játszik, mivel a domb mögé be tud pottyantani, viszont ami egyből szemecúr nincs arti, tehát már is adott a cél, hova tartunk. Amit még leszögeznék, amikor megveszed ezt a 10-es tankot, ugye egy alap ágyúval fogsz kezdeni, egy sima ágyúval, az is egy 130 mm-es, de hívjuk stoknak, ugye az csak egy lőszer, úgyhogy ott még rá kell gyúrni egy kicsit, hogy meglegyen utána a táras, amiben két lőszer van. Ez is ugyanúgy 130 mm-es, viszont itt ugye tártöltő rendszerrel van ellátva, és ez lesz az igazi. Tehát még egy átlagos 10-es tankot, mikor megveszel, már toppos állapotában van, tehát nem lehet tovább fejleszteni, addig a Cser 10-es nehéz tanknak csak stokkos ágyúja van, tehát itt még külön egy ágyút hozzá kell XP-ért szerezni, úgyhogy játszani kell vele egy kicsit, mire meg lesz az a tártöltős ágyú, de onnantól kezdve ez is kész van, tehát csak egyetlen egy fejlesztést kell rá összegyűjteni. Az Object 257 megpróbált meglőni, viszont a trackünk rettentő sok lőszert képes levenni, az első frontunk is képes pattintani, nagyon meg van csapva, viszont ez a felső torony rész meg ugye ilyen dupla armorral van ellátva, egy ilyen köpeny résszel, úgyhogy ez is rendesen szereti enni a lőszereket. Megérkeztünk a dombra, megpróbálunk itt kinézni, mindjárt be is töltünk. Jó, object. Még kicsit igazodunk, ne látszódjon ki annyira, és már is egy lőszer. Két lőszer, garázsbérlet, húzzuk vissza, és már is töltünk, körülbelül 15 másodperc, 16 a két lőszernek, brutális. Tehát ezzel a tankkal a WZ 55-tel, amikor játszol, ez az ágyú kell, nem pedig a szimpla, tehát a sima, hanem ez a táras, ez az igazi, ez adja az erejét a tanknak. Ugye be vagyok targetolva is minden, de hát ilyen toronypáncéllal esélytelen, hogy hát be tudjanak lőni, legalábbis nagyon jó kell ahhoz célozni. Nos, lássunk egy pár érdekes adatot. WZ 55, Tier 10-esű cseh nehéz tank, 50 kilométerre képes hasítani, az átlag nehéz tankoknál kicsivel gyorsabb, úgyhogy nagyon jó mobilitása van. Alaplőszerünk AP, prémium lőszerünk APCR, mit használunk? Hát mivel tárosan nem nagyon kellene itt menet közben belecsavarodni itt a lőszerekbe, így csak APCR tettem be, ez gyorsan száll, és 306 mm-es átütéssel rendelkezik, míg az alaplőszerünk, tehát az AP-n 260-nal. 390-es alaplátótávunk van, egy nehéz tankról beszélünk, 100%-os legénységnél, brutálisan jól lát, úgyhogy eléggé lehet vele asszisztolni is. 490-es alfával a büntet, ugye én most a 130 mm-es tártöltős ágyúját mutatom be, tehát itt két darab lőszer van a tárban, és kétszer 490 tudsz egy töltésre kilőni, ami azt mondom, hogy brutális. 2100 HP-nk van, ennyi áll rendelkezésünkre, tehát hogy 4200-at kellene átlagban sebezni ezzel a tankkal, két kille, ahhoz, hogy én például elégedett legyek vele, de higgyétek el, hogy rutinszerűen a 4800-5100 körül minden csatába hozza ezzel a táros ágyúval, egyszerűen nem képes hibázni. Jelen pillanatban nálam a dobogón áll ez a WZ 55, pontosan azért, mert olyan játékos barát, hogy egyszerűen minden tökéletes rajta, és tényleg ezzel az ágyúval azért, főleg a végjátéknál, mikor két lőszered ott van, közel 1000 sebzés, az úgy elég kellemetlen tud lenni az ellenfélnek, és ezt a két lőszer pillanatok alatt vissza is tudja utána tölteni. Ágyunk pontossága 100 méterre 0,38, nem létezik. Ilyen 0,32, én azt mondom, hogy egy ilyen német leopárd ágyúnak felel meg, brutális jó. Szűkülése 2,7,
Ezt sem érzem. Tehát ilyen 2,3-as átlag szűkülése van, iszonyatos gyors a reakcióidője a tanknak, úgyhogy nagyon lehet vele boldogulni. Ezt a kiírást nem értem, lehet, hogy később ilyen lesz, de jelen pillanatban brutális. Mint mondtam, minden csatában 4008-5002 közt imbolyog, egyszerűen teszi, amit tenni kell, pattint, amit pattintani kell, egyszerűen tudni kell, hova kell vinni, és már is iszonyatosan jól lehet vele bánni, plusz ez a mobilitás segít, hogy mindenhova odaér, tehát hogy ne maradj le a sebzésről. Előttünk a négy láncos Object 279, ugye az Early, hát szemből nem próbálkozunk vele, meg most még töltünk is, tehát ilyen 16 szeg környékén töltjük be ezt a két kúlót, iszonyatos jó DPM-mel rendelkezünk. Jó, itt meguntam, én úgy döntöttem, hogy kijövök és oldalba koppintom, erre ő is húzza vissza, de pont így ebből a szögből simán lehet a frontját lőni. Ugye a szembe áll, akkor tud pattintani, viszont így teljesen meg volt gyengülve, hogy így ilyen szögbe találtam el. Már is rohanunk, még van 5 ellenfél, megpróbálunk sebezni. Közös bázisban, amit észrevettem, hogy nagyon sűrűn most majdnem minden csata ilyen közös bázisos, nem tudom, hogy mit szeretnének ezzel elérni, de mindegy. Megpróbálunk ide felnézni, ugye itt volt egy kollega, be is vagyunk töltve, nagyon kellemes, nem is vagyunk magasak, egy igazi kis száguldozó, nagyon jó tornyos, tehát ha elsikerül tenni az alsó lemezt, akkor ez szinte belőhetetlen. Amit egy kicsit meg kell szokni, az talán a gándep, mert van egy kis gándep hiánya. 50 TP, hát éppen a szotyizott, kicsit megzavartam, két lőszert kitettük, és 16 másodperc múlva már is betöltjük, tehát 16 másodpercenként közel 1000-re sebzünk. Én azt mondom, hogy ez brutális, főleg úgy, hogy 300 fölötti az átütésünk. Bár igaz, hogy 8 fokos a gándepünk, de olyannyira nem minden szögbe adja ki ezt a 8 fokot szerintem. Mindegy, hozzá kell szokni, de egyébként nagyon kellemes gép. Jó, hát úgy tűnik, hogy letettek a bázis foglalásról, legalábbis az enemi tankjai, kénytelenek vagyunk rohanni. Mint kiemelném, ez iszonyatos brutális jó ennél a nehéz tanknál, hogy ilyen mobilis, tehát átlagban ilyen 50-nel megy füves terepen, mocsarason, vizesen, és így van esélyed még akár csata után is utánuk rohanni, nem pedig ott kullogsz ilyen 30-35-tel, az én halálom, azt már én inkább ilyen lobnak mondom, de ez kifejezetten a VZ-55, meg így, hogy táros, ez szerintem brutálisan jól játszható, jó lájtot is kivarták. Oké, megpróbálunk egy, és iszonyat, tehát automata menet közben is simán kivartuk. Kicsit lejjebb húzzuk, maradjunk csak torony magasságban, ugye a Tigris simán előttük. Nagyon kellemes gép, egyszerűen ez minden garázs, tehát aki szeret hevízni, az ebbe nem fog csalódni. Mint mondtam, ez ilyen több rétegű, kinek milyen játékstílusa van, bármire használhatod. Mint mondtam, ez nem egy kiemelkedő, szinte alig csináltunk valamit, győztes csata, ja és azt azért hozzátenném, hogy a winrate is nagyon jó vele, 5-7200-7300 sebzés, én azt mondom, hogy brutális, egyszerűen imádni való a gép, de lássuk, mit hoztunk össze, kicsit minuszoltunk, hát minusz 29000, semmi baj, 5 kill, 7300 sebzés, 500 assist, 880 blokk, 6 felderítés, mint mondtam, 390-es alaplátó távja van a nehéz tankunknak, tehát itt kezdődnek a lájtok. Jó csapat, hát, na, volt egy kis közöm a csatához, de semmi baj, nem az én érdemem, ez a VZ-55-é brutálisan lehet használni. Úgyhogy lássuk a következő csatát. A pálya redshear, mi az első, amit meg kell nézni, ugye az enemy leosztását, van egy arti, ez annyira nem jó hír, viszont ami szemet szúr, hogy nincs light tankjuk, ez némileg vigasz lehet, sőt, mint említettem, ugye nekem 390-es alaplátótávon van, 100%-os legénységre értendő, és ugye felszerelés nélkül, ami azt jelenti, hogy felérek egy light-tal, még ha nem is mobilitásban, de látótávban mindenféleképpen, úgyhogy annyira nem leszünk elveszve, elindulunk jobb kéz fele, ugye a K0-ásra, ott kezdődik a heavy sor, hát megpróbálunk majd ott érvényesülni, kihasználni a torony adta lehetőségeket, be is töltöttünk, szépen vágtázunk, ilyenkor célszerű azért nézni, hogy a mapon kik követnek, mert ilyen 2-3 emberre elindulni a heavy shore-ra nem egy életbiztosítás, de hogy elnézem, az enemy csapatjánál sincs olyan hű, de sok heavy, úgyhogy lehet, hogy meg fogunk tudni birkózni ezzel a helyzettel.
Jó, már is felértünk, szűkülünk egy kicsit. Hát szűkülésünk azért van, de hát ezt én báztam el, nem az ágyú, itt még lőttünk egy blindot, semmi baj, újra törtünk. Hát itt lehet, hogy el lehetett volna lőni, de nem, mivel leesett róla a spot hirtelennyébe. Mindjárt be is vagyunk törtve, nagyon tetszik a törtés ideje is, a mobilitása is, meg olyan kis kecses, karcsú, mobilis, nem az az igazi lom, az a lassú, hanem a nagyon jó használható. Nagyon vártam ezt a tankot, hogy betegyék. Mondjuk én nagyon szeretem a Skoda T56 prémium tankot is, ugye azt is most visszahozták, meg lehet venni. Szerintem az is egy kifejezetten jó darab, bár nincs ilyen jó ágyúja, mint ennek. Oké, kicsit visszáfúzzuk. Félszemmel figyeljük a jobb oldalt, mert ha itt hirtelen agresszívra váltanak és berohannak, az nem biztos, hogy nekünk egészséges lesz. Megpróbálunk töltés után kirakni a tornyot. ISU 152, mellé lőttünk, semmi baj, ezt viszont már egy garázsbérlettel jutalmaztuk, visszahúzunk, és 16 másodperc, kis relax, addig is kicsit pozíciót váltunk, megpróbálunk lejjebb menni, hogy csak toronnyal nézzünk ki, az előbb azért ki kellett állnom teste, mint mondtam, 8 fokos a gándebb, de nem minden szögből adja ki, és ez hátrányos lehet. Jó, hát itten kopogtattunk, megpróbáljuk parancsnokin. És bent is van 4.33, az szerintem annyira nem is rossz, bár a 4.90-hez képest elég karcsúnak tűnik, de jól van. Kicsit megmozgatjuk, kollega agresszívan megy előre, megpróbáljuk őt szupportálni, 3 másodperc múlva, ott kikandikált a parancsnoki kupola. Jó, próbáljuk azért figyelni, nehogy ráessenek, mert azért hátsó tornyos révén nem egészen egészséges, de a kollega megoldja, tehát kivar mindenkit. TD jön agresszívan, ég a lámpánk is, az artéria oda kellene figyelni. Jó, előtte magát, hát mit csináljunk? Ez eléggé meggondolatlan egy... megpróbáljuk. Jó, sebeztük ugye track által, oda is rögzítettük, kollega betámas, semmi baj, jól esett. Kicsit visszahúzódunk, ugye még töltésben vagyunk, 7 másodperc. Tehát ennyire azért bátran agresszívan nem szabad nekiira mondni, viszont nagyon el szerettem volna távolítani ezt az E4-est, megpróbáljuk még egyszer parancsnokin. Jó, torony oldalt, és már is egy garázsbérlet. Visszahúzzuk, várjuk, míg kialszanak a fények, hogy az arti az nem felejt. Ráérünk ezzel a mobilitásra, úgyis utolérjük őket. Meg most, ha a dombon kint állnak, akkor úgyis ezt a 3 tankot kezdik el lőni. Magyarán, mire én elindulok, akkor arra pont töltés idejük lesz. Jó, itt gyorsan elrejtjük a tankot, itt beválunk egy alvázmosást, és megpróbálunk majd itt toronyból érvényesülni. Eddig még nem vesztettünk tankot, úgyhogy kellemes, viszont nem is nagyon sebeztem. Talán ez megváltozik. Mint mondtam, azért 4008 az mindig benne van. Jó, Skorpiónak adtunk egy lőszerrekeszt, igazán lerobbanhatott volna a feje. Semmi baj, egy ammórekkel, ugye? Nagyon hálás ez a töltésidő, nagyon szeretem, tehát nem két éveket elunom magam, meg megváltozik a csapatleosztás, minden, mire betölt, itt ilyen nincs, tehát ez pillanatok alatt reagál. Jó, becset 25 tonna, nagyon veszélyes, ugye, ha főleg, ha be is van tározva, jó volna kiküldeni a garázsba, sikerült is, már is húzódunk fel a domb felé, hát ha be volnék töltve volna, még mit csinálom, viszont rajtam a target, úgyhogy kicsit lejjebb húzódok, hogy ne nagyon tudjanak eltalálni. Tehát ha valaki kezdő, de szereti a nehéz tankokat, de nem tudja merre induljon el, hát kezdésnek én mindenféleképpen a VZ 55-öt tudnám támogatni. Pontosan azért, mert egy játékos barát, könnyedén lehet használni, az ágyú kezelhetőség egy egyszerűen mesés, és megvan a mobilitáshoz ahhoz, hogy mindenhova odaér, pozíciót tudj váltani, nem pedig oda vagy ragasztva, elindultál K0-ba, és a csata végig ott kell, hogy a raboskodj, itt ilyen nincs, ezzel oda fogsz érni. Hát nem kifejezetten a mobilitás a dombra felhajtva fog előugrani vagy mutatkozni, viszont higgyétek el, hogy nagyon kellemesen lehet vele játszani. Jó, hát az enemynél van még 5 tank, megpróbáljuk őket csipegetni, van még egy lőszer, és az E3-ba, vagy E4-be bele sikerült pakolni. Húzzuk vissza, hogy a töltés időnk van, de szerencsére nem hosszú. Ott a kobra.
ebbe is vagyunk törve, 5 másodperc, te jó volna kitározni, vagy legalább oda csekkelni, menekül egy, és gyönyörű szép, halálpontos az ágyú, egyszerűen mesés, jó, R4, megpróbáljuk alsó lemez, és ennyi, garázsbérlet, tehát ez brutális. Mint mondtam, 4008 az, ami bármikor jön, és elég gyors csata is volt, meg gyorsan elfogyott a sevezni való, és ahhoz képest, hogy tárasak vagyunk, így 4800 majdnem minden csatában, szerintem az brutális. Hát itt nem tudom, mi történt, de egy bérletet azért még oda passzoltunk, 4900. Meg ugye a látótávnak köszönhetően azért van assziszt is mindig, meg hát a killek az főleg 7 kill, hívjuk 5000 sebzésnek, és nem csináltunk semmit. Pontosan ezért ilyen erős ez a tank, mert nagyon jó képessége van, nem ezzel fogunk kreditelni. Hát, aki használni akarja az AP-t, az használja, én nem nagyon erőltetném, én ezzel az AP-CR-rel megvagyok, ezzel minden csata brutális, 1664 asszisztot szedett össze, 7 frag, 5000 sebzés, nincs miről beszélni most az, hogy mínusz 50.000, beülök egy másik tankba és kifarmolom, például ott a talán tökéletesen alaplőszerre lehet kreditelni a 10-es TD-vel, ugye ha jönnek az ünnepek, azt is nagy valószínűséggel beteszik, és remélhetőleg valami nagyobb akció keretében, na az a TD meg megér egy misét, és az is egy játékos barát, mert tényleg ahhoz nem kell művészet, hogy lenyomd a gombot, és azzal az ágyúval el fogsz találni mindenkit, és minden lövés 4000-es hasít, és ráadásul az alaplőszer elég, tehát iszonyatosan lehet azzal is kreditelni, de ugye erről már csináltam jó pár anyagot, úgyhogy az is várható lesz, hogy ugye december környékén, vagy Black Friday-kor visszateszi, na arra az érdemes odafigyelni. Jó, következő element, kire kell odafigyelni? Hát egyértelmű, hogy az arták, mivel ez is nyitott terep, meg is van, ugye van egy darab arta, arról nem felejtkezünk el, mivel nem vagyunk amnéziásak, plusz van egy light, hát megpróbáljuk majd úgy gyorsan, frissen garázsba juttatni, és utána már nem lesz probléma. Van elég nehéz tank, nagy valószínűséggel majd ide jönnek, megint közös bázis van, ez annyira nem tett, mivel rákényszerít a játék mondjuk a csata közepén, hogy oda be kell sorolni középre, és én jobban szeretek a pálya szélén játszani, mint középütt, mert középről minden oldalról tudnak támadni, ezért is jó így kint a szélről kezdeni, és ugye amikor berak egy ilyen közös bázis középre, az annyira nem mókás, T57 heavy érkezik, hátul viszont van egy Badger, na az annyira nem mókás, viszont nagyon rosszul használta ki a TD-jének a képességeit, mivel kint van nyílt terepen, és ha sikerülne az alsó lemezére rálátni, mármint rálátni rá lehet, de előtte a T57 heavy-t ki kellene pattintani. Jó, egy gyönyörű halál, operál az ágyú. Jó, visszahúztam, tehát a szemük már oda. A Badger még nagy valószínűséggel kint áztatja a zacsit a medencébe, lő is bizony, viszont nem lehet látni. Úgyhogy jó, ha valaki felvillantaná, jó, hát inkább engem villantanak. Jó, Badger faragja a követ, a szobrász lehet. Kicsit visszahúzzuk, megvárjuk, tehát nem fogunk azért potyára csak úgy kirohanni, hogy hát lefókuszálja, ameddig nem látjuk, addig nem sok esély van, megpróbálunk itt hátul kinézni. Ugye a mobilitásunk megvan, itt olyan nagyon nem kell rohangászni. Jó, kinézzük, ott egy japán L100, megpróbáljuk megvakarni az alsó lemezét. Hát az egyik sikerült, a másiknak nem. Semmi baj, Badger, felvillantották a Badgert, ez lehet a nagy pillanat, viszont 7 másodperc még mindig. Még addig nem tolom ki, tehát feleslegesen állok ki, jó, nem lát, és gyönyörű szépen kilátszik az alsó lemeze, ugye nem számított arra, nem jól állt be. Gyönyörű, 2 lövésből 2 bement, egyszerűen az ágyú mesés. Tehát erről beszélek, hogy olyan könnyedén lehet ezzel a tankkal játszani, és nem kell ehhez egy agyon iskolázottnak, vagy egy szuper, hiper, unikum játékosnak lenni ahhoz, hogy ezzel boldogulj. Nagyon bután álltam ki, meg is kaptam érte a büntit, ugye, aki kirakja a popsit, az ne csodálkozzon, ha megpakolják. Semmi baj, hát vesztettünk egy kis HP-t, megvárjuk, míg kialszanak a fények, aztán megpróbálunk egy új pozíciót felvenni, mobilitás megvan, az ágyú megvan, 3500 sebzés, még kellene egy kicsi, ops, befigyelt a motiváció, jó kollégát majd megpróbáljuk szupportálni, aha, érkezik, jó, áj, mellé lőttem, jó lett volna, ugye a lövegpajzs mellett elméletileg be tudtuk volna 305 mm-re hasítani, vagy 306 mm-re, ha pontos akarok lenni. Érkezik egy TD is,
a Jagdpanzer L100, jó kint van az alsó lemeze, viszont én töltök, nem. Visszahúztam, de nem eléggé, úgyhogy le is fogyatkozok 234 HP-ra. Itt úgy döntöttem, hogy összeszedem a sátrat és elhúzom a nótámat. Pontosan azért, mert ennyi HP-val már nem tudok mit kezdeni. Erre mit csinál Béla? Hát nekem szaladt, semmi baj, kapott kettőt. Már is megvan 4500 sebzés, viszont ez még kevés, mint mondtam, 4008-nak azért benne kellene, hogy legyen. Ugye tőlem elvárt az 4002 két kille, de mint mondtam, ez a tank, ha nem csinál semmit is, 4008 az benne van, ha egy kicsit megerőlteted magad, akkor 5002, és körülbelül ez az átlag. És brutális, pedig én nem nagyon szeretek hevízni, de ez olyan több rétegű, hogy annyi mindent lehet vele csinálni, tornyozgatsz, vagy kicsit supportálsz, vagy mednek használ, teljesen mindegy, mert megállja minden fronton a helyét. Hát én beszorultam a sarokra, úgyhogy vissza kell fordulnom. Kicsit kojtol már a gép, ugye 234 HP-val, bárki belő annak garázsbérlet lesz a vége, érkezik a VK, megpróbáljuk visszahúzni, imádkozunk, hogy az Arti besegítse, nem akar semmi baj, be vagyunk töltve, alsó lemez egy, a ringásból, és nem lelopják, na semmi baj. 234 HP, 5100 sebzés, tehát már azt mondhatom, hogy már egy kicsit izzadtam is, de tényleg itt heavy nem bír magába, de hát ha megkopintja az Artin, nem nagyon, nem, sok választásom vagy lehetőségem nincs, de mégis úgy döntök, hogy kicsit közelebb megyek, hát ha akar ismerkedni, vagy konfrontálódni, de inkább a barátokat kellene gyűjteni, mint az ellenségeket. T-57 heavy el is tűnt, elhájdolt, még nem merek kimenni. Jó, inkább kinézek a másik oldalt, hát ha ott kisebb ágyú, vagy legalábbis nem táras fog rám nézni. Mint mondtam, jelenleg nálam ez áll a toppon, ez a nehéz tank. Tehát ha nehéz tankozni szeretnék, akkor mindenféleképpen ez. És mint mondtam, ez benne a iszonyat fura vagy durva, hogy nem csinálok semmit, és mégis sebzek 5000-et. Tehát jó, hát azt hiszem erről lekéstünk, ott is gyűlnek a fellegek, T-57 heavy. Túl sok dohányzás, ugye bekormolja a tornyot, megpróbálunk kicsit arrébb nézni, mert innen meg nem látunk rá senkire. Oké, itt megpróbálunk felmászni, ez T-57 heavy jó volna, csak hát ugye ő is táras, na az az igazság, és veszett gyorsan ki tud tárazni. Jó, meg ó, szerencsénk volt, az elszázat kiszedték, tehát itt a házak között már nincs. Tehát elméletileg nekünk itt a T-57 heavy van egyedül, és jön is azt a minden, gyerünk. Hú, mindenki ma a popsimat akarja, és nézd meg, jön. Na, meggondolta? Na, mi van? Jön, és ez semmi baj, garázsbérletet azért átadtam neki. 5500 sebzés, én azt mondom, hogy élvezem, tehát ennyi HP-val is el lehet vele boldogulni, csak nem, tehát ilyenkor nem kell az, hogy ó, basszus, már nincs HP, akkor ez a csata már elúszott, nem kell, kicsit vissza kell venni az arcból, és akkor kicsit lazábban hátulról, nem pedig előre rohanni, mert már úgyis annyi, tehát már így is csak fél lövésűek vagyunk, nem kell, hát még erre még vigorral lehet sebezni, 230 HP-val is le lehet hozni csatát, még lehet sebezni is, meg győzelemre fordítani. Már nem mintha vesztésre állnánk, legalábbis ha innen elbukjuk, akkor külön gratulálni tudok. Meg van mobilitásunk, de nem valószínű, hogy ennyi HP-ra odaérünk. Viszont talán a Light Tankra ugye molesztálja a TD-nket. Talán azt elérjük, és nem, az Arti lelopta. Semmi baj! Tehát, mint mondtam, ezek nem ilyen rekordsebzések, hanem ezek átlagok. És pontosan így lehet ezzel játszani, hogy arra használod, amire akarod, és ez a legszebb benne. Ez a legszebb a WZ55-ben. Hogyha akarsz, csak tornyozgatsz, ha akarsz, akkor mész a medekkel, mert a mobilitásod megvan. Vagy egyszerűen ezzel a látótávval mész, felderítesz, és messziről dolgozol. Brutális, nincs rá szó. Győztes csata. Két kill, 5600 sebzés, 1768 assist, mint mondtam, ez felére egy lájta, két felderítés, brutális, ennyi. Tehát erre más nem lehet mondani. Érkezzen a következő csata. A pálya duklapasz,
Ez tegnap vagy tegnap előtt mentem, úgyhogy kifejezetten élénkkel él bennem ez a csata is. Jól emlékszem rá, és ez pont arra lesz jó, hogy megmutassam, hogy mit ér az, hogy ilyen mobilitása van ennek a tanknak, de innentől kezdve nem szeretnék többet elmondani erről. Ugye itt is felmérjük az ellenfélnek a felhozatalát, nagyon sok nehéz tankjuk van, legalábbis elég sok. Jó, odafigyelni, hát van egy light tankjuk, de az nem valószínű, hogy ide a kanyarba fog lejönni, tehát a Károly nullába. Mivel az inkább középütt rója majd a pusztát, hát az arti az meg az be tud éppen koppintani, de nem igazán tartok tőle, hogy itt az arti molesztálna, hogy egy kellemes mobilitás, nézzük a csapat, ugye a csapatmozgásunk hátul követnek elegen, úgyhogy ezzel nem lesz gond, hogy nem lesz support támogatásunk. Ugye itt megvan a kezdő pozíció, mint a második dombig, ha eljutok, az már jó, de ez attól függ, hogy mennyi gyors tank érkezik, hogy másodikig át tudok-e futni, vagy nem, ezt fel kell tudni mérni, tehát egy fókuszban azért itt is bele lehet halni, de itt már nagyon jó, az első dombnál is nagyon jól lehet tornyozni, és abban erősek vagyunk, viszont a két lövés után érdemes visszahúzni, mert az arti az ide tud lőni, ugye pont ott van a K2-esnél az arti, úgy simán ide tud lőni, nem itt ebbe a takarásba, hanem amikor kinézek itt, akkor ugye itt majd ide tud lőni, úgyhogy ezt nem kell elfelejteni. Beleszaladtam a pofonba, pillanatok alatt ide értek ugye a masin is, jó mobilis, meg van ott még egy 50B, mind a kettő táras, úgyhogy húzom vissza, 1480 HP maradt a 2100-ból, nem tudok tornyozni, mert a kollega beállt oda, tehát ha nagyon kimegyek, akkor kint az alsó lemez, viszont a másik kollégánk az rájuk esett, ezt ki kellene használni és menni kellene segíteni, viszont itt oldalt azért figyelni kell. Egy, lepattantunk. Jó, itt újra töltök, hogy mire odaérünk, viszont a két táros kiszedte a kollégát, megpróbálunk itt fedezékbe bújni, míg betöltünk. Hát ez nem várt fordulat volt, tehát na, lehet ilyet is csinálni vele, hogy pillanatok alatt elveszíted a HP-dat, de mint mondtam, 230 HP-val is lehet csodákat tenni, tehát olyankor nem kell majd nézni meg, na akkor ez már úgy is mindegy, meg ez az, nem, igenis, az akkor kicsit okosabban kell, nem olyan merészen menni. Van ez ilyen, amikor én is beleszaladok egy-egy olyan maflásba, amiben nem számítok, vagy éppen fáradt vagyok, nem úgy voltam kipihenve, vagy meló után vagyok, vagy teljesen mindegy, most foghatnám bármire, a lényeg az, hogy nem mértem fel, hogy ezek a mobilis tankok hamarabb idejönnek, és hát kiálltam a nyílt terepre. 736 HP, ma semmi probléma, hát éppen még azt is be lehet osztogatni, de nem kezdek el majlézni, hanem hagyom, hogy a kollégák elől, és megpróbálom figyelni a töltési időt. Jó, egy, Draugen, kettő, gyönyörű szép visszahúzom. Tehát próbálok ilyenkor már nagyon szolidan hátul, sőt teljesen hátra megyek, mert nehogy engem a kis HP véget próbáljanak kiszedni, ugye a masin tározott, tehát erre érdemes odafigyelni, hogy amikor ilyen tárosok vannak, hogy mennyit lőnek el a kollégára, mert utána ugye úgy tudsz boldogulni, hogyha tudod, hogy most éppen tölt, akkor kirohansz, automata és ennyi. Jó, van ott egy E4-es, viszont kint maradtunk nyílt terepen, hát gyorsan megpróbálunk megfordulni, mert itt nem, hogy dombozni nem tudunk, hanem itt kiáltunk egy célkeresztre az oldalunkba, visszahúzódunk, úgyis töltünk. Jó, még ég a lámpa, de nagy valószínűséggel nem rám fordul, így van, el is lőtte magát ugye a kollégára, kint az alsó lemez egy, garázsbérletet gyors megírom, a kollega betámasztotta, gyönyörű szép, E4 garázsbérlet, tehát a csata legelején iszonyatos pancser módon eljátszottam a HP-mat, nem is azt mondom, hogy pancser, hanem figyelmetlen voltam, na. Gyorsan eljátszottam a HP-t, de már 4500 sebzésnél tartok, és még mindig van 736 HP-m, hogy azért azt a 4800-at ki lehessen csavarni, de itt már azért óvatosan. Itt toronyból tudok elméletek dolgozni, meg is próbálom kinézni, viszont az alacsony növésű, és már is húzzák a bázist. Oké. Közelben olyan sok mindenki nincs. Legalábbis nem reagálnak, sőt a csapat is fogy.
Mit tudunk csinálni? Hát ezt is a Szentlélek tartja. Mit tudunk csinálni? Megvan a mobilitásunk, ugye ez a 45-50 kilométer, és már is elindulunk, mert felmérjük ésszel, hogy a bázisunk nagyon nagy bajban van, és ott nem lesz senki a közelbe. Itt megpróbáljuk elkerülni a fent lévő hevit, hogy visszaérjünk. 27 másodperc, 26. Nehéz tankkal vagyunk, de nem lehetetlen odaérni, pontosan ezért szeretjük a VZ-55-öt, mert megvan a mobilitása akár ahhoz, hogy a medekkel tartson együtt. Fel vagyunk húzva, nem számít, a lényeg, hogy mi is felhúzzuk. Automata nem sikerült, tökéletes, visszalőttük 40 másodpercre, viszont most töltünk, de a töltésünk 16 másodperc, tehát van esélyünk arra, hogy visszalőjük. Amit ilyenkor célszerű szem előtt tartani, hogy ne csak egy tankot lőjél, hanem próbáld keresni azt, hogy melyik az, amelyik a leghosszabban. Meglőttem egyet, meglőjük azt is, hogy jobban visszaessen az óra. Jó, visszahúzunk. 48 másodperc. Oké, okay, 48 másodperc, 16 másodperc a töltésem. Félszemmel figyelem, hogy ott mögöttem le ne jöjjön, ott volt ugye egy heavy is. Aztán itt hátulról megpakoljon, kinézünk. Jó, kiszedtük, még mindig van egy lőszer, meg... Jó. Jó, track, semmi baj, 1.45. Oké, okay, amit tudunk, hogy a Super Conky az jön felénk, viszont érzékeltem, hogy itt érkezik egy tank. Ugye látom a mappot, tehát én nem csak azt nézem, akit lövök, hanem közben nézem a mappot is, és érzékeltem, hogy itt a T-55 az lejött. Semmi baj. Hát itt szerintem elszámolta a dolgot, nem mérte fel, hogy hát két lőszerem van. Már is fordulok vissza, mert ugye a Conky az azért jön. Megpróbáljuk pattintani. Ja, Istenem, 512 HP. Elhibázta. 3 másodperc. Az is jó nekünk, ha trackre sikerül lőni, mert akkor ugye megáll. Van még egy lőszerünk. Mögötte akarom a kollégát kilőni, hogy visszalőjem az időt. Ugye erre is figyelünk. 2 perc, 20 másodperc. Ez elegendő arra, hogy visszaérjen a csapatunk, vagy esetleg a Light egy kicsit megmozgassa őket. Hát ennyire voltam képes. 8000 sebzés. És mint láthattátok, amiért erre ráesett a választásom, az nem a sebzés, mert ez nem átlag sebzés, ez a 8000, ez már izzasztónak számít, hanem, mint mondtam, a 4800, 5200 az mindig benne van dalolva, de fel lehet tolni azért ilyen 10000-ig a sebzést is, ha olyan a csapat, de mint mondtam, maradjunk az átlagnál, most ne rugaszkodjunk el, nem erről szól. 4 kill, 8000 sebzés, 1760 pattintás, minuszolunk egy kicsit, de mint mondtam, ezzel imádok játszani, tehát ez egy univerzális tank, egyszerűen brutális. Hát a csapat az hozta a formát, miért esett rá a választásom erre a csatára? Pontosan azért, mert egy nehéz tankkal felmértem, néztem a mapot, visszaértem, visszalőttem, azt is bemutattam, hogy lőttem vissza, miként választom ki a célt, és miért, meg miért kell nézni a kis mapot, azért, hogy ne érjen hátulról meglepetés, tehát a lényeg az, hogy azért esett rá a választásom arra a csatára, mert ezzel a mobilitással visszaérsz, tehát egy nehéz tank, ami medes mobilitással van megáldva, tehát az 50 kilométerre még erre is képes vagy, hogy visszamenj és úgy állíts meg a kephúzást, úgy vénd meg a csatát, hogy odaérsz és vissza tudod lőni, úgyhogy ez fantasztikus. Utolsó csatán következik, Elhaluf pálya. Ezt megint azért esett rá a választásom, mert itt ugye van egy góc pont, méghozzá ott a Béla 3-ason, meg Béla 2, ahol ugye a hevik találkoznak. Itt, mint látható, én tudatosan tudom, hogy hova viszem, ugye a hevi sorra viszem a tankomat, bár azt nem felejtettem el, hogy 8 fokos az ágyús ijedésem, nem 10, úgyhogy olyan könnyedén azért nem tudok, mint egy betönnel ugye toronyból dolgozni. Mint látható, a mobilitásomnak köszönhetően nagyon elhúztam a tömegtől. Megpróbálunk. Hát, voltak kis koordinációs problémák, semmi baj, bevettük a célzóvizet, megpróbálunk itt felrohanni. Ugye itt a mobilitásnak köszönhetően csapom le itt az utat. Itt nem szélszerű kijönni. Miért? Azért, mert a fókuszba bele tudsz te is halni. Menet közben pontosság is ott van. Jó, nem kockáztató. Megint majdnem popsival mentem ki, aztán megraktak volna. Múltkor is se hevertem ki, azóta is orvoshoz járok. Úgyhogy az felejtős, tehát mindegy, egyet menet közben előttünk. Már is haladunk felfelé, és megpróbálunk itt érvényesülni. Törtünk, de mint mondtam, a töltés idő egy lányálunk, tehát 16 másodperc.
brutális ez. Majdnem mondtam, hogy brutális ez a med, de ez nem med, hanem heavy tank. Úgyhogy, és még ráadásul armória is van. Jó, kinézünk, jön a kollega, hát ha sikerül egy kicsit alsó lemezen. Jó, egybe sikerült, na még azt az egyet oda pakoltuk. Gyönyörű szépen pattintottuk, ugye be voltunk srégülve, plusz a két lőszert azért behelyeztük az STA-1-be, ha jól emlékszem, az volt. Hopp, hátul éreztem, hogy hát itt a kollega kapott egy lövést, hát megjöttek a nehéz fiúk, itt vissza kell, szerencsére pont be vagyok. Mit lövünk? Hát legelőször is a puha testűt, hát viszont betakarta a kollega E5-ös. Mit csinálunk? Kihasználjuk a toronypáncét, mivel most töltünk, mert itt látható igazán, hogy egyszerűen mesés ez a heavy tank, tehát egy toronyból, hát az E5-ös jó. Itt a kollégát próbálom megmenteni, mindegy, bevállok egy lövést, annyira nem vagyok gyúlékony. Fogom, puf, kész, kollega megmenekült, már is fordulok vissza. Ilyenkor azért célszerű, miért mentettem meg? Azért, mert két ágyú több, mint egy. Mint látható, az E5-ös, ugye én táras vagyok, hát ha kilövöm, akkor azért 16 másodperc alatt tud kárt okozni bennem az E5, de mivel megmentettem a kollégát, így két ágyúval könnyedén lefogyasztottuk a full HP-ját, na hát ezt is előre kellett érzékelni, vagy ezt tehát ott a fejedben kell, hogy motoszkáljon, hogy mit miért csinálsz, hát én ezért csináltam, nem azért, hogy ugye az E5-t élvezkedjen, hanem azért, hogy egy ágyút felszabadítsak, mivel az E5-nek nagyon sok HP-ja volt, én viszont táras vagyok, és ha kitárasztam, akkor nagyon csúnya dolgokat képes velem csinálni, és ugye még a csatának messze nincs vége, úgyhogy hoztam egy nagyon jó döntést, és jól is jöttünk ki, plusz ugye félszemben mindig nézni kell a mappot, pontosan azért, mert ugye kiszúrtam, hogy hátulról érkezik, és már is gyorsan reagáltunk. A reakcióidője a tanknak brutálisan jó, kaptam egy több számít, kifordulunk, basszus. Jó, hát itt kaptam egy nagyobbat, semmi baj, bosszú úgy édes, ha én is adok vissza, ugye két lőszer E4-nek, semmi baj, 16 másodperc, 715 sebzés, vagy annyi HP-nk maradt, ez bőven elég, mint láttátok, azért egy volt olyan csata, ahol ennél jóval kevesebben is be kellett, hogy érjük. Jó, itt előtte magát az E4, megpróbáljuk meglődni, eszevasz. Ugye, amikor a hasonló lemezeket lődöztök, célszerű nem a közepét meglőni, ott, mert ott a leggömbölyűbb, hanem a két szélét, ami közel van a lánchoz. Tehát mindig, ha a hasonló lemezre is célzol, mindig a, vagy a jobb oldalt, vagy a jobb oldalt, a szélet, ott a legrétegeltebb a lemez, tehát ott a legvékonyabb. Automata lőszerekhez, szevasz, garázsbélet kiutalva, 6500 sebzés, nem csináltam semmit, egyszerűen hoztam pár jó döntést, tehát már a sebzésem megvan, nem igazán érdekel. Mint mondtam, én inkább medes vagyok, nem pedig hevis, de ez a heavy tank, ez mesés, ezzel élvezett játszani, még úgyis, ha minuszol, de ha valaki nagyon szeret hevizni, ezt imádni fogja. Ez, mint mondtam, nem kell hozzá hatalmas nagy tudás, én nekem sincs, mint mondtam, én inkább medes vagyok, de ezzel játszva könnyedén, jó, hát az elvártot hozom más tankokkal is, de na, hát ez nem egy mausz, ami ott járókerettel cammog, jó, kapásról, a becset, a spine, jó, garázsbélet, nagy le kell húzódnom, mert kicsit vérszegény lettem, 338 HP-val, lehúzom ide fedezékbe, megvárom, hogy kialszanak a lámpák. 7500 sebzés, ami azt mondom, hogy nem is rossz, de igazság szerint nem nagyon erőltettem meg magam, mert csata elején tudtam, hova jövök. Tehát ide a heavy dühöngőbe, aztán kiélhetjük magunkat. Ez olyan, mint a harcosok klubja, ez is lő, én is lövök, az is lő, én is lövök, aztán az megy garázsba, akinek hamarabb kiállítják. Tehát jó, itt már azért nem nagyon szeretnék kockáztatni, tehát ez a 7500 sebzés, 1662, azt is, mint mondtam, brutális az ágyú kezelhetősége, brutális az armor, főleg a torony, brutális a mobilitás, és brutális a látótávja. Az mindig megmutatkozik. 2022 assist. Az 7, 8, 9 és fél ezer kombinát. Hát nem a legéletbiztosítás volt így lecsúszni, de semmi baj, megpróbálunk rohanni. Van még bőven, nagyon gyors csata volt, még 9 és fél perc van hátra a csatából. Ez valami írtózatos. És látjátok, ha nehéz tankkal jöttök, E100 meg ilyenek, ami lassú, ilyen 35 kilométerre képes tépni, nem pedig 50-nel, egy ilyen gyors csatában nem tudtok sebezni. Miért? Mert nincs meg hozzá a mobilitásotok. Ehelyett nekem itt a VZ-55, odaér mindenhova, kioszta a pofonjait, még úgyis, hogy táros, és már is itt az eredmény.
1700 kreditet kerestem, 4 kia, 7500 sebzés, 2000 asszisz, az azt mondja, hogy 9500 kombinát, mindent meg elmondott a tankról, vagy megmutatott. Nem szeretném már külön ragozni, hogy miért jó ez a tank, és miért ajánlom, azért, mert több funkciós, és egyszerűen minden képessége brutális. Volt egy kis felderítésem, itt vannak a felszerelések, a skillek, aki szereti a heavy tankot, vagy a medium tankot, vagy egyszerűen szereti a határozott, megbízható tankot, annak itt van ez, mindent megmutatta, amit lehetett a csatákba. Ugye most szerencsém volt, elmentek páromék, ugye vendégség van 2 hétig, páromék elmentek városnézni, így volt esélyem összerakni ezt a nagyobb videót, pontosan azért, hogy megmutassam, mire képes. Mindenkinek kellemes hosszú hétvégét, sok pihenést, sok játékkal, jövő hét hétfőn találkozunk. Jerikó voltam, sziasztok!